Ferenc pápa békét kért, második Erzsébet az ebola önkénteseket éltette. A német elnök a menekültek iránti nyitottságról beszélt, Putyin pedig olcsóbb vodkát követelt az oroszoknak. Karácsony üzeneteket küldtek a világvezetői az ünnep alkalmából. Nálunk ez még nem szokás, de Orbán Viktor karácsonyi Facebook posztja alaposan megmozgatta a magyar internetezőket, Vidos Mihály összeállítása. A lui, Salvatore del Mondo, arra kérem a megváltót, hogy vesse tekintetét azokra a fivéreinkre és nővéreinkre, akik Irakban és Szíriában már túl régóta szenvedik el a konfliktusok hatásait. Karácsonyi Urbiet Orbi üzenetében mondta ezt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő bízik abban, hogy a világ szenvedőinek reményt hoz a karácsony. Ferenc pápa szerint a közönyt a meghittségnek, az elutasítást a vendégszeretetnek kell felváltania. Reményét fejezte ki, hogy béke lesz a közel és hogy az ukrán válság is véget ér, és a gyűlölködést a béküli.

Mélyen megérintett idén a segélyszervezetek és az egészségügyi önkéntesek önfeláldozása, akik külföldre mentek, hogy segítsenek az ebola sújtotta országokban, gyakran nagy személyes kockázatot vállalva, mondta a brit uralkodó. Második Erzsébet királynő idén is saját kezüleg írt karácsonyi üzenetében az ebola krízisben segítő önkénteseket éltette. Emellett megemlékezett az idén száz éve kirobbant első világháború áldozatairól is. Második Erzsébet a nagyszülei, ötödik György és Mária királynő fényképei mellett beszélt. Egyértelmű kifejezés a társadalmunk emberségének, ha nyitottan állunk a hozzánk érkező menekültekhez. Ezt a német elnök mondta karácsonyi üzenetében. Joachim Gauk arra kérte a németeket, hogy fogadják tártkarokkal azokat a százezreket, akik Németországba menekülnek, a világ övezeteiből. Németországba idén 200 ezer menekült érkezett, miközben hónapok óta a bevándorlási politika iszlám ellenes szigorításáért tüntetnek az országban. Az amerikai elnök már december 20-án letudta a kötelezőt, így karácsonykor nyugodtan golfozhatott a maláj miniszterelnökkel Havain. Tegnap közösségi oldalára egy fényképet töltött fel a karácsonyfájukról, amihez azt írta, ez a legcsodálatosabb része az évnek. A magyar politikában nem szokás karácsonykor tévébeszédet tartani. Orbán Viktor famögül mögül kukucskálós fényképe, mégis erős vízhangokat váltott ki. A miniszterelnök áldott békés karácsony kívánt mindenkinek. A fényképéhez záporozni kezdtek a nem kifejezetten karácsonyi hangulatú kommentek. Volt, aki azt írta, se kaja, se tüzelő, se süti, sajnos már remény sem, mitől legyek boldog. De volt, aki azt kívánta, hogy jövőre már a börtönrácsok mögött töltse a Szentestét a miniszterelnök. Még egy humorosabb kedvű kommentelő stadionokban gazdag ünnepeket kívánt Orbánnak de az online poéngyárak is sortűz alá vették a fotót. Volt, aki a Grinchhez hasonlította Orbánt, az urizálós poént sem tudták kihagyni. A szerző szerint a miniszterelnök épp azt kérdezi a híveitől, hogy 70 milliós luxus lakást vagy új-zélandi utazást vettek-e szeretteiknek. De volt, akinek a ragyogás című horrorfilm plakátja ugrott be orbáról.